Európában és a világon is egyedülálló a Magyarországon kiépült országos lefedettségű jégkármérséklőrendszer. A talajgenerátoroknak köszönhetően 2019-ben a korábbi 30-ról 13%-ra csökkent a viharkárok mértéke, még annak ellenére is, hogy a viharos napok száma nőtt az elmúlt években. Ennek köszönhetően 2019-ben mindössze 37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák. Nehéz esztendőn vagyunk túl, sok megpróbáltatások értek bennünket, az időjárás szélsőségessége, viharkárokról, csapadékkárokról, fagyásokról lehetett beszélni, és az aszály is keményen kivette a részét. Azt hiszem, hogy mindazon intézkedéseket, amelyeket igyekeztünk létrehozni, és a gazdák kitartó munkájának eredményeképpen mégiscsak egy kiváló esztendőnek lehetünk tanúja. Szóval a termés átlagaink 5 év termés átlagainak fölötte van, napraforgóból rekord esztendőnk van, tehát olyan jók a mutatók, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Az, hogy jégkár elhárító rendszerünk van országos lefedettségben, most már nézik szerte Európába, hiszen olyan eredményt tudtunk elérni vele, amelyet több mint 60%-kal mérsékeltük a károkat. Azért ez egy fantasztikus dolog, hogy kiszolgált, kivédhető lehet és kiszámíthatóvá tudjuk tenni a termelést. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A termelés biztonságát szolgálja az öntözésről szóló törvény, amelynek célja, hogy az öntözés közérdek legyen és az öntöző víz a gazdák rendelkezésére álljon. Emellett az új állattenyésztési törvény, amelyet 25 év után alkottak újra, szintén a tenyésztők helyzetbe hozását tűzte ki célul, azonban az Agrárminisztérium számos más versenyképesség és jövedelmezőség növelő tervvel készül 2020-ra. Feltétlenül fontos közös osztatlan tulajdonforma megszüntetése. Ez lesz az első törvényjavaslatunk, amit a tavaszi időszakra, januárba benyújtunk a ház elé. Ez fogja meghatározni a parlament tavaszi ülésszakát agrárium szempontjából. Hiszen az a gúzsba kötött állapot, ami 30 éve rendelkezésre áll, azt föl kell szabadítani ahhoz, hogy megint csak a termelés biztonsága, jövedelmezősége, versenyképesség növelés érdekében létre tudjuk hozni. Mindenképpen beszélnünk kell az integrációnak a szerepéről. Készülünk egy integrációs törvénnyel, amely a termelők méretbeli különbözőségeit tudja kiküszöbölni, és a kicsiket hozza olyan biztonságos helyzetbe, hogy egy biztonságos integrációba részt véve olyan piaci pozíciókhoz juthatnak, amely az ő versenyképességüket tudja növelni. És van egy nagyon-nagyon fontos égető kérdés, amire nagyon készülünk, ez pedig az öröklésnek, az agrár öröklésnek a kérdése, amely persze a generációváltással, gazdaság átadás kérdéskörével függ össze, hogyan tud egy gazda nyugdíjba vonulni úgy, hogy át tudja adni a gazdaságát a gyermekének, anélkül, hogy a mostani törvények ezt megakadályoznák. Ehhez 17 féle törvényt kellett módosítani, tette hozzá az agrárminiszter, ez pedig szintén együttgondolkozást és társadalmi egyeztetést igényel. Nagy István elmondta, a szabolcsi gazdák mindig nehezebb körülmények között dolgoznak, mint az ország többi területén lévők. A minisztérium azonban segíti a termelőket, ahogy azt az alma felvásárlás kapcsán is tette. Meg kell értetnünk a feldolgozókkal, a gyártókkal is azt, hogy termelők nélkül ők sem lesznek sikeresek. És élni hagyni elv alapján támogatni kell a termelésnek a legalapvetőbb szintjét, mert nem tudunk máshogy piaci szereplők lenni, és nem tudnak máskülönben kireépíteni. Mert egy évben még lehet a termelőt önköltségár alá nyomni. Második évben már kevesebbet, harmadik évben pedig nem lesz termelő, aki almát fog termelni, mert senki sem bolond a termelők közül, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. És ebben a munkában természetesen számíthatnak az Agrárminisztérium segítségére, támogatására. Közösen gondolkodunk, termékfejlesztések kellenek, új termékeket kell bevonni a piacra, hiszen az almalé egy korlátozott piac, egy csatornás piac szerte a világban, tehát kell találnunk olyan lehetőségeket, ami az almának egyéb irányú feldolgozottságát, más tartósítási módját, más csomagolási és szállítási módját kell előtérbe helyeznünk. Ezt szolgálják a termelői együttműködések, valamint ez segítette az almapiaci megállapodást is, tette hozzá a miniszter, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a kutatások eredményeit át kell ültetni a gyakorlatba, amit egyenkénti beruházásokkal nem lesznek képesek végrehajtani a gazdák, ezért integrációra van szüksége a megfelelő árualap és a piaci pozíció kialakításához.